Kedves nézőink! Következő műsorunk a Teletext 444. oldalán feliratozva is megtekinthető. Híradó a Duna Televízióban, jó napot kívánok! Ismét incidens volt az egyik szerb-koszovói határátkelőnél. Robbanás és fegyverropogás is hallatszott Zubin-potoknál. Sebesültekről egyelőre nincs hír. A koszovói szerbek egy csoportja az éjszakát a határon töltötte. A Szerbia és Koszovó közötti átkelőt a környező falvak szerb lakosai elbarikádozták, mert szombaton a KFOR erők nem engedtek át a határon egy kőolajat szállító tartálykocsit. A nemzetközi erők helyi parancsnoka azt mondja, felhatalmazásuk van arra, hogy minden járművet megállítsanak és átkutassanak, nincs-e benne fegyver vagy robbanószer. Újabb roma ellenes tüntetés volt az észak-csehországi Varnsdorfban. Több száz szélsőjobboldali meg akart rohamozni egy cigányok lakta városrészt, 150 ott lakó pedig védte otthonát. A két csoport közé a rendőrség kordont vont és megakadályozta az összecsapást. Varnsdorf környékén már hosszabb ideje konfliktusok vannak a helyi lakosság és a betelepülő romák között. Szélsőjobboldali tüntetők csaptak össze rendőrökkel Londonban, kövekkel, üvegekkel és petárdákkal dobálták meg a kivezényelt 3000 rendőrt. Súlyos sérültje nem volt az összecsapásnak, 16 tüntetőt őrizetbe vettek. A szélsőjobboldali tüntetést a brit főváros több kerületében betiltották. A két éve alakult iszlámellenes angol védelmi liga hívei főként a muszulmánok lakta Tower Hamlets negyedben tüntettek. A brit belügyminiszter 6 londoni körzetben tiltotta be 30 napra a tüntetéseket, de a Tower Hamlets nem tartozik ezek közé, így a hatóságok nem tudták megakadályozni a szombati megmozdulást. A tüntetők üvegekkel és petárdákkal dobálták meg a rohamrendőröket, és dulakodtak is velük. Az angol védelmi liga meg akarja akadályozni a bevándorlást a harmadik világból, s bár azt állítja magáról, hogy békés szervezet, korábbi megmozdulásai is gyakran váltak erőszakossá. A brit főváros utcáin megerősítették az ellenőrzést, több mint 3000 rendőr volt ügyeletben. Tower Hamlets közelében ugyanis ellentüntetést is szerveztek, antirasszista szervezetek, és fennállt a veszély, hogy a két csoport összeverekszik. A brit hatóságok attól tartottak, hogy Londonban az augusztusihoz hasonló zavargások törhetnek ki a bevándorlók és a nacionalisták között. Csak nem 500 000 tüntettek Tel Avivban és 40 másik izraeli városban a társadalmi igazságtalanságok és a magas megélhetési költségek miatt. A tiltakozók elsősorban a magas lakásbérleti díjak, élelmiszer és üzemanyagárak miatt vonultak utcára, emellett adócsökkentést, illetve az egészségügy és az oktatási rendszer átalakítását követelték. A legnagyobb tüntetés a fővárosban volt, a tiltakozások 2 hónapja kezdődtek. Az izraeli kormányfő külön bizottságot kért fel arra, hogy elemezze a tüntetők követeléseit. Elutasította a bolíviai bíró Tóásó Előd és horvát társa Mário Tadić szabadlábra helyezési kérelmét. Ügyvédjük arra hivatkozva kérte a szabadlábra helyezést, hogy az előzetes letartóztatás ideje Bolíviában legfeljebb 18 hónap lehet. Ennél tovább senkit sem tartanak börtönben bírói ítélet nélkül. Tóásó és Tadić már 28 hónapja van előzetes letartóztatásban, azzal